A mozgalom üzenete, hogy a vállalkozói és a civil társadalom képviselői minél szélesebb körben fogjanak össze politikai hovatartozástól függetlenül a város közös ügyeiért. A kezdeményezők által megalapított összefogás munkacsoport nem a pártérdekeket tartja szem előtt, hanem a város érdekeit, a lakosság igényeit és a jövő nemzedék megmaradásának lehetőségeit, mondták el az alapítók a Gondőző étteremben tartott sajtótájékoztatón. A következő hetekben 8 terület, az oktatás és egyház, urbanisztika, sport és egészséges életmód, kultúra és hagyományőrzés, közbiztonság, turizmus, egészségügy és szociális háló, valamint a gazdaság képviselőivel fognak konzultálni. Majd kidolgoznak egy cselekvési tervet, amelyben megfogalmazzák a problémákat, a kitörési pontokat és a kivitelezések módját. A mostani mozgalmunk az a vállalkozói szférából indult, de nyilván nyitott a civil társadalom irányába, és az a legfontosabb, hogy széles körben konzultáljunk azzal a 8 szakmai területtel, amelyet mi most prioritásként neveztünk meg, és miután mindenkivel konzultáltunk, létrejön egy olyan terv, amely gyakorlatilag a következő 5 évnek lehetne egy város, élhető város terve, amelyben leszögezendő, hogy nem pártérdekek, nem személyi érdekek vannak, hanem kimondottan szakmai konzultációk alapján a közösség érdeke. A munkacsoport egy szakmai alapokra helyezett városi fejlesztési koncepció dolgoz majd ki az élhető udvarhely hosszú távú programját, amely egy széleskörű konzultációs folyamat eredménye lesz, hangsúlyozták az alapítók, Lukács László, Boros Csaba és Kelemen Fehér Dénes. Mint elmondták, az összefogás munkacsoport belső elemzések után meghatározza azoknak a személyeknek a körét, akik a kidolgozott hosszú távú fejlesztési terv megvalósításának érdekében szívesen vennének részt a város közgyűlésében, mint városi tanácsosok, illetve azon személyek csoportosulását, akik a szakterületek szerint a háttérben szakmai tanácsokkal és segítséggel látnák el az operatív városvezetésben résztvevő tanácsosok munkáját. A mozgalom jelmondata: a városért, a várossal.